A csendrendelet az egy nagyon érdekes dolog, mindaddig nyitva voltam, amíg jogilag, hivatalosan lehetett nyitva lenni, nem tudtak bezáradni, 2-3-400 rendőrségi ellenőrzés, hello, minden esetben, minden nap, óra, pontosan, mikor, hogyan, semmiféle szabálytalanságot nem követtem el, és mindenki tudhatja, mondjuk a Tiba úrról, hogyha én bármilyen szabálytalanságot elkövettem volna, akkor a rendőrség minimum bezár. Szia. Felvételünk lesz. Ja, igen. Aha, úgy az átlátszóban mosogjál most. Tényleg? Tényleg, jó van. Majd beszélünk. Este 6 órakor. Este 6 órakor fogunk találkozni, jó? Utána meg majd ülünk le, lassan beszélgetni. És akkor lesz pezsgő, és mi meg lesz, pont lemaradunk. Így van, pontosan. Na, jó van, na, majd találkozunk. Jó, szia. Vannak fontos dolgok. Jó, rendben, szia. Hello. Szóval... Senki nem számított arra, hogy Hegedűs Péter megnyeri a választásban, az Újvárosban. Szerintem szerencséje is volt, de nem lesz könnyű. A következő egy év, van itt néhány akna eltemetve, amit kerülgetni kell, vagy valamit kezdeni kell vele. Ezekről mondjon valamit, legyen szíves. Hát igen, üdvözlöm az átlátszó nézőit. Jaj, nem, ezt ne. Arról van sejtése, hogy hol szivárognak ki pénzek a... közpénzek magánérdekek felé? Jó volt a megfogalmazás, sejtés, így aztán ez nem igazán hiszem, hogy ezt most nekem el kell mondani. Sejtéseink vannak, ha meggyőződünk róluk, és esetlegesen olyan esetekre bukkanunk, amik a büntetőügy kategóriába tartozik, akkor mi megtesszük a feljelentéseket, és a többi már a NAV, meg a rendőrség, ügyészség dolga lesz. Az országgyűlési választáson láthattuk, itt is egy ilyen intenzív lejárató kampány volt. Ugye a Fidesz jelöltjéről semmit nem lehetett tudni, a Fidesz programjáról sem lehetett tudni semmit, azon kívül, hogy folytatni kell. Ellenben megtudtuk azt, hogy Hegedűs Péter feketén foglalkoztat dolgozókat, a NAV megbüntette, nem tartja be a csendrendeletet, alsógatjában kicsempészett trapista sajttal eteti a vendégeit az éttermében. Ezekkel kapcsolatban egyrészt, tehát hogy tényleg kaptak alsógatjába kihozott trapista sajtot a vendégek, másrészt lesz erre valamilyen válasz? Nyilván ez egy kampány. Na most erre mi azért fel voltunk készülve, tehát az, hogy fekete munka, ezt már 4 éve, több mint, tehát 2014 óta ezt hajtja a Tiba képviselő úr. Mi a sztori? A sztori? Hát egy... balagási ünnepségünk volt, a lányom balagott, be volt jelentve az alkalmazott alkalmi munkavállalóra, nem vettük figyelembe azt, hogy átléptük az évfélt, és fél egykor jött egy ellenőrzés, és a másik napra nem történt még meg addigra a bejelentés. Tehát ezt benéztük. Átcsúszott, igen, egyik műszak átcsúszott a másik napba, és ugye 0-tól 24-ig van az alkalmi munkavállaló, ezért megbüntettek bennünket szabálysértés miatt 30 000 forintra. Az egyik kormánypénzen tartott pletykalap írta meg azt a történetet a választás előtt 2 nappal, hogy egy itteni pékségből alsónadrágban kilopott trapista sajttal szórta meg azt a pizzát, amit aztán itt a vendéglőjében árult. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet és milyen reakciókra készülnek, vagy mi történt? Ez egy nagyon meglepő sztori volt számomra is, úgyhogy egy kicsit megtorpantunk, hogy most ez mi, mire egyáltalán felfedeztük azt, hogy ugye ez egy kampány része. Egyetlen egy dolgot tettem, a törvény útjára tereltem ezt a kérdést. Feljelentést tettem rágalmazásért, feljelentést tettem hitelrontásért, úgyhogy ezt majd bízunk a bíróságra. Ez egy kampány feladat volt. Ezt olyan valakitől hallottam, tehát abszolút benfentőtől hallottam, hogy a HUT, a Pesti Srácok főszerkesztője, azon panaszkodik, hogy az Origónak kifizetik az összes elbukott sajtópert, és nekik meg bazd meg nem. Jó van akkor. De miközben ilyen 100 milliókat kasszálnak ezek a hibás kampányokon, meg a közösszáron. Sír, hogy nekik a... Egy perc! Mindjárt! Ezen sír, hogy a... Az elbukott sajtópereket neki nem fizetik. Szevasz, hurrá! Thank you.